szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Udvardi Attilával és Udvardi Görgei Jenikővel beszélgetünk. Hamarosan CrossFit terem nyílik városunkban. Mindenek előtt én szeretném megkérdezni laikusként, hogyha CrossFitről, mint sportról beszélünk, akkor milyen sportot képzeljünk magunk elé? Én is köszöntök mindenkit. Egy funkcionális edzőtermet, egy edzőkomplexumot fogunk megnyitni, aminek az egyik alappillére lesz a CrossFit jellegű edzésmódszer. Ugye maga a CrossFit, mint sportág, az közel 20 éves múltra tekinthet most már vissza, egy Egyesült Államokból elindult és kiépült sportról van szó, ami most már világszinten óriási népszerűségnek örvend, így hazánkban is. A hazai CrossFit is már jócskán több mint 10 éves múltal legalább rendelkezik, és nem csak Budapesten, hanem az égnek vidéken is egyre inkább virágzásnak indult a CrossFit edzéseknek a sora. Maga a CrossFit, mint edzésmódszer, egy rendkívül változatos és több sportágnak az összetevőit magában foglaló, funkcionális edzésmintákra épülő és általában magas intenzitáson végzett edzéseket jelent. Említettem, hogy több sportág összetételéről van szó, amik az alap összetételt illetik, az az olimpiai súlyemelés, a szertorna gimnasztika, tehát a saját testsúlyos mozdulatok, és olyan kardiovaszkuláris monociklikus mozgások, mint az úszás, futás, kerékpározás, illetve különböző kardiogépeken történő például evezés. Alapvetően ezeknek az egyvelegére építkezik az edzésmódszer, illetve maguk a CrossFit órák, ezeknek a különböző sportoknak az elemeiből merítenek, és ami megkülönbözteti még magát a CrossFit-et hagyományos konditeremtől vagy konditermi edzéstől, hogy itt csoportos órákról van szó, tehát edző által vezetett csoportos órák, ahol a melegítéstől kezdve az edzés fő részén át egészen a nyújtásig edző által koordinált menetről van szó, edzésmenetről van szó, amiben talán még szintén kiemelkedik nagyon sok más edzést, illetve edzés formától, hogy kortól és nemtől, illetve edzettségi, előzetes edzettségi állapottól függetlenül bárki számára ajánlott és belevágható hobbi és sport ez. Hogy képzeljük magunk elé egy edzést? Hogyha már egy haladó óráról van szó, tehát az odajárók egy alapkezdő kurzust CrossFit terén elvégeztek, akkor maga az óra menete az úgy épül föl, hogy az edző egy fehér tábla előtt, amire az aznapi edzés lényegi pontjai föl vannak írva, először is köszönt mindenkit és felvázolja az edzésnek a várható menetét, és hogy milyen gyakorlatokból, illetve milyen feladatsorokból fog állni az aznapi edzés. Ezt a táblán előzetesen megbeszélik a résztvevőkkel, itt akár előzetesen kérdések is föltehetők, amik nem világosak, azokra az edző rögtön válaszol is. Utána egy közös melegítéssel, akár egy játékos melegítéssel, akár egy célirányosabb, specifikus melegítéssel veszi kezdetét az órának a lényegi része, és amikor az edzetteknek kellő ízületi mozgékonyság, illetve keringésfokozás megtörtént, akkor általában egy erősítő blokkal folytatódik az edzésnek a fő része. Ez az erősítő blokk, ez valamilyen saját testsúlyos vagy súllyal történő erősítő gyakorlatot, vagy erősítő gyakorlatoknak a komplexumát jelenti. Utána pedig egy időre elvégzett, úgynevezett CrossFit WOD-ot teljesít a csoport. Ugye a WOD, ez egy amerikai mozaik szó, Workout of the Day, ami nagyjából egy 10-15 perces, de akár lehet, hogy ennél hosszabb időkeretben történő intenzív feladatsor, amiben az előbb is említett sportágoknak az egyes elemei, funkcionális mozgásminták keverednek. És itt a résztvevők ugye saját magukkal, illetve az órával is megküzdve egy egészséges versenyszellemet generálva, napról napra, óráról órára teljesítik ezeket a feladatokat. A végén ezeknek fölírjuk a fehér táblára az eredményeit, mindenki össze tudja mérni a saját esetlegesen korábbi eredményeivel, vagy a csoportban résztvevő másoknak az eredményével a saját elért eredményét, és aztán pedig, miután mindenki kellemesen elfáradt, egy közös nyújtással, levezetéssel zárulnak ezek az edzések. Itt is a különféle izmok megmozgatása zajlik minden edzésen. Az erősítés a lényeg, inkább ennek a fizikumnak az erősítése, vagy a zsírégetés, vagy mindkettő? Ugye a CrossFitben elsődlegesen a teljesítményt, a funkcionális teljesítményt veszük alapul. Az izmok megedzése nem annyira célirányosan, izoláltan történik, mint a klasszikus konditermi testépítő edzések során, de mivel funkcionális edzés mintákról, tehát összetett egész testet megmozgató feladatokról van szó, például egy guggolás, húzockodás, ugye ezek a teljes test izomzatát megmozgatják. Persze ettől függetlenül a CrossFitben is vannak olyan gyakorlatok, amik célirányosan egy-egy izomcsoportot vesznek célba és edzenek meg, de alapvetően olyan mozgásmintákat kell elképzelni, mint az előbb említett két mozdulat is, amik az egész testet átmozgatják. Tehát amikor az adott vendég egy CrossFit órát megcsinál, akkor a nap végén ő azt mondhatja magáról, hogy fú, a lábaimat is klasszul megedzettem, a felsőtestemet is klasszul megedzettem, tehát izommunkát,
erőfejlesztést is végeztem, és egyébként baromi kellemesen elfáradtam, tehát az erőálló képességemet, az állóképességemet is fejlesztettem ezáltal az edzés által, illetve az izületi mozgékonyságom, a mobilitásom is fejlődött. Tehát a CrossFit az izomépítésre, már meglévő izomzatnak a még formásabbá, definiáltabbá tételére, és egyébként súlyvesztésre, súlycsökkentésre is alkalmas. A mindennapi életre készít fel, tehát ezek a funkcionális, jól megtanított mozgásminták egy guggolásból, felhúzásból adódóan átvezethetőek a mindennapi életbe. Nagyon sokszor tapasztalom én is, hogy a vendégeim, amiket megtanulnak tőlem, vagy crossfit edző kollégáimtól az órákon, utána a mindennapi életükre olyan szempontból kihat, hogy már egészen másképp hajolnak le otthon és egy földre lejtett tárgyért, vagy másképp guggolnak le mondjuk a kutyájukhoz, vagy például a földön lévő kisgyerekhez, babához, akit éppen fel akarnak emelni, tehát egy teljesen más mozgás, tudatot, testtartást visz bele az emberek életében ez a funkcionális mozgásmintára alapuló sport. Nyilván mozgásból soha nem elég, mégis crossfitből mi a javaslat mondjuk egy héten mennyi edzés? Ugye ki kell tenni a crossfit esetében a vigyázat, és ezt most jó értelemben mondom, függővé tesz táblát, tehát nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy annyira megszeretik az emberek ezt a fajta mozgásmintát, hogy a hét összes napján szeretnének jönni és akarnak edzeni. Van, aki egyébként ezt is teszi. Amit edzőként rekreációs szinten hétköznapi emberek számára én egészséges mértéknek ajánlok, az elején mindenféleképpen a heti három edzést. Tehát, hogyha heti háromszor erre a 60 percre valaki el tud már jönni, és ezt rendszeresen tudja tenni az életében, az már nagyon-nagyon szép eredményeket tudhat magáénak, mint az előbb említett izomépítés terén, alakformálás terén, esetleg súlyvesztés terén, és ennél természetesen lehet magasabb dózisban is végezni az edzéseket, akinek már egy picivel nagyobb rutinja, nagyobb tapasztalata van ebben, tehát ez egy progresszív folyamat, és eltöltött már kellő mennyiségű időt abban, hogy a szervezete, izomzata erre fölkészül, illetve az idegrendszere is. Ott akár a heti edzés mennyiséget 4-5 edzésre is ki lehet természetesen tolni. És van egy másik nem említett szegmens a crossfitnek, ugye ez egy versenysport is. Nyilván a crossfitben versenyzőként résztvevő versenysportoló emberek, akár amatőr, akár profi szinten nyilván ugye megint csak inkább a heti 5, illetve heti 5 fölötti edzés mennyiséget végzik el. Én ugye edzőként alapvetően a hétköznapi ember, a rekreációs célzattal érkező vendégek számára tudom javasolni, hogy az előbbi inkább kisebb számokat, tehát a 3 és 5 közé tehető heti mennyiséget. Jó, tudom, hogy szép korúakat, szeniorokat is vártok az edzésekre? Igen, ez is egy nagy célunk és küldetésünk, hogy szenior órákat is tartsunk, ugyanis nekem van szenior edzői képesítésem is, és ennek ugye egész egyszerűen a saját családunkból is megvan az a fajta motiváltság erre, hogy látjuk azt, hogy az egyébként a szenior korosztályba került szüleink számára mennyire fontos a mozgás és a jó minőségű mozgás, tehát ahol ugye az előbb említett módon azt a fajta mozgásmintát, amit megtanítunk számukra az órán, a mindennapi életükben is alkalmazzák és figyeljenek oda a jó minőségű és koordinált hétköznapi mozdulataikra. Igazából egy szenior órának a nagyon pozitív élettani fiziológiai hatásai mellett az én véleményem szerint a legnagyobb előnye az a hétköznapokba való átültethetőség. Tehát egy idősödő ember számára, ahol már ugye a különböző eséseknek, csonttöréseknek a veszélyei, illetve bármilyen egyéb balesetből adódó sérülés veszély a mindennapi életében sajnos fizikófaktorként ott van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a vázizomzata még ebben a korban is épp legyen, és magabiztosan tudjon olyan hétköznapi mozdulatokat megcsinálni, mint egy székre való leülés, fölállás, egy lépcsőzés, egy földön lévő tárgyért való lehajolás, hogyha ezeket megfelelő mozgásmintával és korához mérte jó edzettségi állapotban tudja a hétköznapok során elvégezni, akkor ez az előbb említett rizikófaktor, ez jelentős mértékben csökkenthető. A szeniorok már említve voltak, hány éves kortól ajánlott a CrossFit edzést? Ez is egy nagyon-nagyon szép utat jár most már be hazánkban is, az úgynevezett CrossKid nevezetű órák, ahol ugye... Ahogy ilyen is van. Igen, kifejezetten gyermekek, illetve tínédzser korúak számára tartatnak meg ezek csoportos órák, tehát egészen az 5-6 éves korosztálytól már ezekre a CrossKid jellegű órákra várják, illetve majd mi is reményeik szerint fogjuk várni a vendégeket, a gyerekeket. Itt ugye még nagyon alapvető játékos edzésekről van szó, súlyhasználat nélkül. Egy jól fölépített és egy nagyon aktív testnevelő órára is lehet itt tulajdonképpen gondolni. Állatutánzó mozgások, alapvető saját testsúlyos gimnasztikai mozdulatok, játékos bemelegítések, amit vele a gyerekeknek már egy korai életszakaszban elkezdjük a jó mozgásmintákat megtanítani. A tínédzser korosztály esetében pedig aztán ez már nyilván egyfajta fokozottabban fölépített erőedzéssel és a felnőttek számára is megtanított mozdulatokkal is kiegészíthető. És aztán ugye innentől fogva egészen a szenior korosztályig, ugye életkortól függetlenül bárki számára
szintén ajánlható a CrossFit. Férfiak, nők között van különbség, vagy egy csoportban is tarthatók ezek az edzések? Ezek abszolút nem szempontjából vegyített órák, sőt azok a legjobb órák, amikor férfiak, nők egyaránt részt vesznek ezen. Nyilván ahol szükséges gyakorlatok vagy súlyok terén van differenciálás az órán belül, bár ez megint csak nem feltétlenül nemhez kötött, hanem inkább edzettségi állapottól függ, hogy ki mekkora súllyal vagy súllyal érdemes dolgoznia, de igen, a kérdésre visszatérve, ezek nem szempontjából vegyes órák, férfiak, nők egyaránt vesznek rajtuk részt közösen. És akkor Enikőhöz fordulok, mikor és hol nyitják meg a termet? A termet május elején szeretnénk megnyitni, úgyhogy lényegében pár hét választ el tőle, hogy elinduljunk. És ez a terem a Bátori utca 24 szám alatt található majd meg, az OMB út mögötti utcában lefelé. Mi mindennel találkozhatnak a látogatók a CrossFit mellett? Első körben már sikerült kialakítanunk egy kisebb masszázszobát, tehát egy megfelelő sportmasszört szeretnénk keresni magunk mellé, ugye, ami úgy szintén a megfelelő rehabilitáció, illetve regeneráció mellett fontos lesz az odajáró vendégeknek, és szeretnénk azért picit jobban belemenni a táplálkozásba, ebben segítséget nyújtani a vendégeinknek. Itt fontos megjegyezni, hogy mi inkább a saját tapasztalatunkat szeretnénk átadni. Magunk között is mi azért így szoktunk finomabbakat táplálkozni. Ha valaki jobban érdeklődik ez irányban, vagy nincsen annyira nagy tapasztalata, hogy hogyan tudná elkezdeni a megfelelő vagy helyesebb táplálkozást, akkor nagyon szívesen, én személy szerint várom szeretettel, és nagyon szívesen segítek neki. Ezek egyéni foglalkozások lesznek majd a táplálkozással kapcsolatos tanácsadás? Abszolút, én úgy gondolom, hogy mivel nem vagyunk egyformák, mind a mozgás terén, mind így a táplálkozás terén. Egyrészt nem is szeretjük ugyanazokat a termékeket, és ugye mind súlyban, mind pedig korban különböző. Van, aki mondjuk izmot szeretne építeni, van, aki ugye fogyni szeretne, és ugye a két embernek nem ugyanazt a táplálkozást javasolnánk, mert például, ha valaki ugye szeretne izmot építeni, egyértelműen egy magasabb fehérje tartalomra lenne szüksége, míg ugye valaki az lenne a cél, hogy fogyjon, ő neki azért ott a szénhidrát csökkentést a diétájába jóval magasabb szinten, intenzívebben kellene belevinni, illetve átalakítani a táplálkozását, a fehérlisztes táplálkozást, például a teljes kiölésű lisztesre, a mindenféle tésztaételeket azért valamilyen szinten így kicsit csökkenteni a táplálkozásával, reformálni kell magát a táplálkozást, tehát mi is eszünk finomakat, én el szoktam készíteni a férjemnek a reform lazanyémat, tehát nagyon-nagyon finom ételeket tudunk enni, annyit a kulcs, hogy picit meg kell reformálni az alapanyagokat, a hozzátartozó zöldségeket, liszteket, húsokat, bármi, amivel éppen főzni szeretnénk. Szűkebb és tágabb hazámban is sokan küzdenek sajnos a túlsúlyjal. Milyen helyzet a gyerekekkel? Nekik is tudsz tanácsot adni? Lényegében tényleg a szülő kezében van a kulcs, mert ugye a gyerek azt fog enni, amit ugye a szülő... Tehát járjunk elő példával. Igen. Nagyon sok szülő van, lesz, és remélhetőleg mi is ilyenek leszünk ugye Attilával, akik szeretnénk a megfelelő helyes táplálkozást megmutatni a gyerekeinknek. Ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek nem tapasztalhatják meg, hogy milyen egy jó fagylalt, milyen egy nyalókát vagy csokit megenni, de a mértékletesség az iszonyatosan fontos. Tehát, hogy egy gyerkőc ne azzal telítse el a pocakját, hogy csokit csoki hátán eszik, hanem megfelelő zöldséget, gyümölcsöket tudjon bevinni, ismerje meg, hogy milyen egy finoman elkészített bulgur, kuszkusz, rizs, bármi. Az vagy, amit ugye megeszel, nem véletlenül szokták ezt mondani. Milyen néven kereshetjük majd az edzőtermet? Foxfit Komárom. És a nyitvatartással kapcsolatban tudhatunk valamit, hogy milyen időszakban látogatható? Igen, hétfőn és szerdán már korán reggel 6.30-tól indítunk órákat, 6.30-7.30, és egészen este 8-ig. 8-kor lesz vége az utolsó órának, 8:30-ig lesz nyitva a terem, és az összes többi nap, kett, csütörtök, péntek jelen felállás szerint pedig a terem már déltől nyitva lesz, viszont órákat, foglalkoztatást délután 5-től fogunk tartani, és ami még nagyon kézenfekvő, és azt vettük észre egy a crossfites közösségeken belül, hogy az emberek nagyon szívesen mozdulnak ki otthonról a szombati nap folyamán, így mi is természetesen nyitottak leszünk annak irányában, hogy szombat délelőtt is tartsunk órákat. Mert ha jól érzem, akkor akár munkába indulás előtt és munkából hazatérve is edzhetünk egy órát. Így van. Mi mindig akkor fogunk órákat leginkább tartani, amikor az emberek még vagy már nem dolgoznak, úgyhogy ezek az órák abban az idősávban lesznek elérhetőek, és természetesen érdeklődés függvénye, de a jövőben nyitottak vagyunk annak irányában is, hogy minden hétköznap reggel is legyenek majd órák, de szeretnénk ezt első körben felmérni, hogy mekkora igény van rá. Gondolom minden csoport létszámilag ugye véges regisztrációhoz kötöttek akkor majd ezek.
Így van, ugyanis ennek szimplán az az egyszerű oka, hogy egy edző ahhoz, hogy minőségi órát tudjon biztosítani, illetve foglalkozást adni és odafigyelni mindenkire, ahhoz nem a legjobb dolog, hogy egyszerre 20 ember legyen benne az órán. Így nálunk a csoportos órák 12 fős maximum létszámmal fognak futni. A kezdő órákat jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy kisebb létszámban 8 fős csoportokban fogjuk indítani, mert rájuk ugye nagyobb figyelmet kell fordítani. Viszont a Foxfit Komárom termen belül 2 teremmel is találkozhatnak majd az odajáró vendégek. Hogyha valakinek van már lehetősége, vagy már képzettebb crossfit sportoló, és tud önmagától is edzeni, illetve nyitottabb arra, hogy picit előbb jöjjön és gyakoroljon, akkor arra is tudunk helyszínt biztosítani. Tehát lesz bőven elég méretű terem ahhoz, hogy ne csak 12 főt tudjunk egyszerre ugye vendégül látni. Szóval jól tudom, akkor 200 négyzetméter fölötti a terem. Így van, így van. Hol vertik föl veletek a kapcsolatot, hogyha szeretnének esetleg regisztrálni, vagy utána nézni ennek a helyiségnek? Jelen pillanatban már megtalálható a Facebook oldalunk, Foxfit Komárom név alatt, ott ugye utol tudnak minket érni Messenger híváson, és a jövő héten most már elérhető lesz a telefonszámunk is, illetve Foxfit 2 aláhúzott vonal Komárom néven, Foxfit Komárom néven szintúgy megtalálnak minket az Instagramon, és ott is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Ezek mellett pedig most már felvettük a kapcsolatot egy céggel, akikkel együtt fogunk dolgozni, és egy Optime nevezetű alkalmazáson keresztül majd lesz lehetőség a vendégeknek online is beregisztrálni, tehát nem kell nekik folyamatosan e-maileket írogatniuk nekünk, vagy üzeneteket küldeni, vagy hívogatni. Megveszik a kis béletüket, és ők így telefonon keresztül egy kattintással fel tudnak az ő általuk kedvelt órákra jelentkezni, mert ugye, ahogy Attila már említette, itt többféle óratípus jelenik majd meg, tehát akinek éppen most picit úgy érzi, hogy több energiája van, akkor el tud menni egy kicsit pörgősebb órára, vagy éppen, hogyha szeretne kicsit jobban ilyen erőnléti órára menni, akkor ugye eljön a crossfit órára, ahol van erősítés, van benne egy pörgősebb, kondisabb jellegű óra, illetve a gimnasztika, meg majd a súlyemelés is. Én egy pillanatra visszafordulnék Attilához, hogy biztassuk kicsit a komáromiakat és az érdeklődőket. Milyenek a visszajelzések, illetve vannak-e, mert bizonyára vannak, pozitív élmények, pozitív visszajelzések, akiket már segíteni tudtatok, akár az egészséges életmód terén, akár a fogyásban, akár az izom fejlődésében. Nagyon picit távolabbról kezdtem, de aztán nagyon gyorsan el fog térni a lényegre. Én pályafutásomat azt jogászként kezdtem, és én egy ideig klasszikus, hagyományos jogi pályán dolgoztam. Aztán volt egy átmeneti időszak, ahol már személyedzőként, illetve csoportos uradóedzőként a jogászpályán mellett egyfajta kiegészítőállásként foglalkoztam a sporttal, és aztán pedig 2022-ben egyfajta pályafordulással a jogi pályát teljes mértékben a hátam mögött hagyva főállású csoportos óraadó, crossfit edző, illetve személyedző lettem az ország egyik legnagyobb crossfit termében Budapesten, ahol napi szinten nagyon sok csoporttal, illetve személyedzettel foglalkoztam, és a tőlük kapott visszajelzések arra predesztinálnak, illetve arra biztatnak, hogyha ez ott jól működött, akkor nagyon bízom benne, hogy máshol is jól tud működni. Tehát a régi vendégeim megnyugvással és örömmel érkeztek mindig az óráimra, és azóta is jó viszonyt ápolok velük. Nagyon bízom benne, hogy azt a fajta segítséget, amit számukra nyújtani tudtam, azt mások számára is meg fogom tudni adni.